Ebben a videóban az atomreaktorok típusairól fogok nektek mesélni, méghozzá három olyan atomreaktor típust hoztam el nektek, amelyekről érintőlegesen a Csernobili atomerőmű építése című videó részben már említést tettem. Ha foglalkoztat benneteket bővebben ez a téma, mindenképp megéri velem tartanotok. Az RBMK 1000 egy grafitmoderátoros atomreaktor típus, melynek fő működési elvét az előzőleg érintőlegesen már ismertetett mechanizmus, avagy a hűtésére alkalmazott vízmennyiség elpárolgása adja. Működése a forralóvizes reaktoréhoz hasonlít, azonban egy lényeges különbséggel, mégpedig azzal, hogy a neutronok lassítása grafittal, a szabályozás pedig szabályozó rudakkal vagy vízzel elegyített borsavval történik. Elnevezése arra utal, hogy az általa termelt villamos energia áramkapacitása 1000 MW. Napjainkban egy elavult atomreaktor típus, melyet jelenleg kizárólag csak az Oroszország egyes területein felelhető erőművekben alkalmaznak. RBMK reaktor felrobbanása okozta például az 1986-os Csernobili atomerőmű balesetet is. A gőzrobbanást követő években az RBMK reaktorokat számos biztonsági javításnak vetették alá, és emiatt az oroszokra hatalmas nyomás nehezedett, mivel felszólították őket az összes ezen az elven működő erőművük áramtermelésének leállítására. Épp ezért, hogy ne legyen kiesés az áramellátásban, jelenleg még 9 RBMK típussal ellátott erőmű működik az ország területén. Az angol nevén Boiling Water Reactor, vagy röviden BWR, egy könnyű vizes technológiával előállított reaktortípus, amelyben az aktív zóna hűtéséért és a neutron lassításért is egyaránt a víz felel. Sok hasonlóságot mutat a nyomott vizes reaktorral, ám a kettő közti különbség abban rejlik, hogy a gőzt az aktív zónában és nem a gőzfejlesztők működésével nyerik. Ennek eredményeképp az aktív zóna több száz fűtőegységet és üzemanyagrudat tartalmaz, ez utóbbiban kap helyet az oxigénnel dúsított urán, urándioxid formájában. A forralóvizes reaktorban végbe menő láncreakciót kétféle módon tudják szabályozni, ezek közül az egyik az a folyamat, amikor szabályozó rudakat engednek a beindítást követően a fisszionáló anyagba. Mivel a rudak olyan anyagból készülnek, melyek lassíthatják a műveletet, ezért ezek képesek leállítani is a reakció folyamatot. Ez a reaktortípus okozta például a Fukushima Daiichi atomerőmű 2011-ben bekövetkezett katasztrófáját is.
A VVER vagy PWR, azaz nyomott vizes reaktor esetén a fűtőelemeket nagy nyomású víz veszi körül. Ennél a típusnál csak úgy, mint a forralóvizes verziónál, a víznek kettő szerepe van. Egyrészt funkcióját tekintve moderátorként viselkedik, másrészt pedig az úgynevezett hőcserélőbe vezetve hőátadási szerepe is van, hiszen a kisebb nyomás alatt lévő rendszerek számára továbbít hőt. A nyomott vizes reaktor típus a legismertebb reaktor, melyből napjainkban több mint 300 darabot üzemeltetnek az egyes atomerőművekben szerte a világon. Ilyen reaktorral működik például az MVM Paksi Atomerőmű ZRT atomerőműve is. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót. Ha igen, ne felejts el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhess a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!